és elindulnak ebben a pillanatban. Nagyon jól jön el Räikkönen, és Alonso is, Button a harmadik, tehát maradtak a pozíciók az elején. Illetve Mark Webber és Szabó csatájáról Fisichella a tegnapi kicsúszásának köszönhetően a 11. Räikkönen, Alonso, Button és Webber az első négy. Egy picit Räikkönen autója, Räikkönen autója lassul, és Alonso átveszi a vezetést. Räikkönen! Rizaker autója. Na mi van? Kezdik sorra megadni magukat az autó. Itt pedig Webber. Előtte Trulli. Villeneuve-re, és Sato megpróbálja, és Satónak sikerül, és Webber vissza, Sato jobb helyen van, Webber kiszorítja. Tani a leggyorsabb kör Mihály Schumacheré menet közben. Kint marad, nem megy be, hoppá, hoppá, hoppá. A Schumacher őrült tempót diktál egyszerűen. Elképesztő tempót diktál Mihály Schumacher. Adja. De. Akármennyire támadja. Hát valami pokolian gyors. De hírost akar pokolian gyors. Pár helyet, hogyha meglátjuk, hogy hol jön vissza. Leesik egy tudóba. Kérjük csak a kompjúter. Viszont a harmadik helyre. Az nem piskolt a hitűvel. Na, itt megint elkezdtek matekozni a Ferrari-nál. A tankos trükk, mert neked lesz igazad. Ha ez a teletankos trükk bejön, és nem csúszik ki, igen, és mint az ötödik helyről indul, akkor most lezen. Igen. És 31 másodpercet, a fél percre követi Fernando Alonso Mihály Schumacher. Az egy nyula. Az rengeteg. Jó, hát ez most itt nehézek. Jensen Button. Megint csúszik. És Villeneuve közben ezt kihasználja. Nagyon furi verseny ez, Gyula. Az Schumacher. Schumacher különként egy másodperccel gyorsabb, mint az élen haladó Button és Alonso. Igen, ez most a régi Schumacher, tehát most 22-7 volt Schumacher utolsó köre, Buttoné 24-2, Alonsoé szintén 24-2. Meg tud megérkezni viszont. Meg. Az előtt 31 másodperc volt Alonso előnye, most 25. Úgy, hogy ilyen tisztán tudja autózni. Hát lehetett. Forintot mentettem volna. Hát nem. Igen, de Jensen Button előnye rohamosan fogy. Mondom, a elmúlt kört, Alonso 24-2, Button 24-0, Schumacher 22-4. 2-4, az olyan, mint a mai legjobb edzés. Jézusom, az 1,6 másodperccel gyorsabb Schumacher, mint Button körönként. Atya világ. Most ilyen tempó nincs. Ezt nem értem. 1-22-4-33 a legutóbbi körre, és 1-24-en kívüli kört megy Alonso, és Button is egyforma köröket megy Alonso és Button. Nagyon gyorsan csökken a távolság, most iszonyat gyorsan. És Button is tudja, hogy milyen köröket megy Schumacher, tehát valószínűleg a szemét kinyomják az autónak. Ennyit tud. Lehet, hogy az öregnél lecsúszott a ledőny? Na ez most nem akár nyelvít, hiszen belül van Buttonhoz képest. A Ferrari-nál nézzét, hát is hihetetlen. Nem véletlenül mutatja őt most a Buttonra, kérem szépen. Ez most durva. 22-1, úristen, 24 hetet ment Button. Elméletileg ezt a tempót nem lehet autózni versenyben, amit most Mihály Schumacher csinál, de ez egy elmélet. Alonso próbál reagálni, ment egy 23-9-et, de hát annál is 1,8-al gyorsabb. Nem értem. Húha. Döbbenet. Érthetetlen. 7,4. Megint hozott más fele. Nem tudnak reagálni a Renault-on. Már lassan 22 alatti köröket fog menni. Hát több mint 2 másodpercet kapott Alonso az előző körben. 22-0.
Na ilyet 20 éve, amiért Forma 1-es verseny közvetítek, nézek, közöm van hozzá, nem láttam. Érkezik a Jordanhez, Massa és Coulthard. Na, most Coulthard húzta a rövidebbet. Ott van még a háttérben a vezetőszámok, ki leszakad. Ugyanott. Most, na most, Na most ezt Coulthard kapta szegényként. Mert problémái közelednek a háttérben, kérem szépen. Erre nem hiszem, hogy van gyógyszer, ami pillanatokon belül be fog következni, mert Michael Schumacherre is arra a tempóra, amit ő most autózik. Ilyet, hogy 2 másodperccel valaki körönként verseny közben gyorsabb. Hát komolyan mondom, ez még tavaly sem volt. Már tolja le, már ott van a Jordan mögött. Ez egész 3-tig. Nem sokat hibelődött. Alonso, miket kap körönként, az valami elképesztő. De szerintem vigyázni kell a gumikra. Igen, nem tudnak reagálni, képtelenek, nem lehet. Képen belül a második és harmadik helyezett. Jensen Button itt a célegyenesbe, és ott már jön Michael Schumacher. Látja, amit utol kell érnie. Elképesztő Schumacher kanyar sebessége. Egyszerűen van a számlálva a Button percei. Na majdnem 3 tizet ment itt az egyenesbe. Őrület. Őrület, amit Michael Schumacher csinál. Szemmel látható, hogy közelebb kerül egy körön belül. Na ezt nem lehet megfogni. 1-8-ot kapott megint egy körülök, bár... Komolyan mondom, ezt nem hiszem el. Nem, érthetetlen. Ott van előtte már Schumacher autójából, látjuk, bár... Alonso kínlódva, kinkeservesen, nagy nehezen ment egy 23-4-es kört, de ennél is. Több mint 1 másodperc, ami mindig gyorsabb Michael Schumacher. És Alonso jön ki tankolni. Hát, nem állít, akkor már vezetni fog. A harmadik helyre jött vissza. Oda néz. Beton nem fogja föltartani egyébként, érzi, hogy esélye. Ja, hát ez elképesztő. Nézzek végtámban, hova érkezik meg. Úgy, de nem lennék most Beton. Nehogy ez a cucc az űrből jött, emberestől, autóstól, gumistól, az is biztos. Beton hátsó fedélzeti kamerájából látjuk, mi első mehet. Na, a Ferrari már. Szűkebb idegen volt, és már elképesztő. Célegyeneshez. Várják Schumachert a boxban. Szerintem most volt az a stratégiai döntés, hogy kihozzá. Akkor menetnék, a Button is kijönne. Akkor jól kitornálnak a Ferrari-val. És most fog kijönni Michael Schumacher. Nem. Nem jött ki. Nem jött ki. Mire a nagy készülődés, cuccolás, kapkolás. Ott mögött a Ferrari boxát látjuk, és várnak a Bartondánál is. Ez most egy kisebb hiba volt szerintem, hogy Michael Schumacher nem jött ki, ezt nem értem. Lehet, hogy egymást figyelik benne a boxba, és azt várták, hogy kimenjen. Na most nagyon odaér. 3-an egy helyen lesznek, és Bárta mellett most megyen Schumacher! Hát mit művel? Hát körbe autózza a sikádon, és megyen a Williams BMW mellett, és menekül mindenki előle! Úristen, itt nem volt kérdés! Hogy hagyta ott mindegyiket? És érkezik a másik Williams BMW mögé. És nem jön ki! És bennmaradt Button is! Kihasználta a pillanatnyi elbizonytalanodást, és oda tette az orrát. Helyfeld engedi. És jön Schumacher, állva hagy mindenkit. Benéz, és a sikáron egyszerűen áttolja. Hát itt nem kanyarodott, nem csinált semmit, átrepült. Széles is lett egy picit, Webber menekült, amerre lát. Ászta mindenit. Mit művel? Szerintem a Ferrari taktikázott, amikor kirendelte a szerelőket. Mert a bárhóta meg nézi.
Nem jött ki! Hát szórakozz meg a bárhozzámmal, kérem! Hát látni a box utcát, és úgy látom, hogy visszamentek volna a Ferrari körül a garázsba. Ott hát van a... ilyen nincs! Hát ezzel szórakoznak! Hát komolyan mondom! Hát ezek most mindent bevettek! Nézd, az 1-21-8 Mihály Schumacher a leggyorsabb! Úristen! Ilyet, amióta autóversenyt nézek, nem láttam. Második, de... Csak mennyi lesz a különbség, hogy nyílt, ott jön Alonso! És itt jön Alonso, és itt jön Schumacher! Az elmúlt évek legnagyobb tesztes szellemi csatája következik! Na, ilyen, ami most lesz, az nagyon régen volt. A versenyben a maga 26 pontjával vezető Fernando Alonso, mögött a 7-szeres világbajnok Mihály Schumacher, aki összesen 2 pontot gyűjtött ebben a világbajnoki szezonban. És velem együtt már mindenki leírta. Elképesztő. Elképesztő, amit művel. Kicsúszik az edzése. Ezt a sikát, ezt nem, tehát itt nem fordul, sem keresztül gázol. Másodperc. 31 másodpercről indult a meg. Hát ez hihetetlen. És centiről centire jön Mihály Schumacher, tombol a tömeg, tombol Imolában a tömeg. Enzo Edino Ferrari a pálya neve. Maranellótól néhány tucat kilométer a Ferrari főhadiszállása. A tifoziknak, a Ferrari szurkolóknak a mekkája. És olyat lám, ilyet még nem látott ember. És jön Schumacher, támadási pozícióban Mihály Schumacher a Ferrarival! 308 km/h sebességet tudott az egyenesben. És a kigyorsításoknál is jobb a Ferrari. Ott van! Kezdek a célegyenesben már együtt, ott van a szélárnyékában. Vajon megpróbálja Schumacher itt a célegyenesben? Alonso nézi a gyűrűt! Tapad Mihály Schumacher! Na ez mi is iszakos meg! A fénytávokon érkezik méteren belüli távolságra Alonso mögé. És nézi a tükröt Alonso, folyamatosan azt nézi, hogy... De Alonso sem abból a fából faragták, hogy hagyja és enged, folyamatosan nézzék a tükröt, figyeli. És érkezik, és belül fordul Schumacher, és már mindent csinál. Itt már nem az íveken fordul. 11-et vett, és Schumacher tapad rá. Látsz van rajta, tolja le a pályáról. És most megpróbál bebújni. Megpróbálta körbeautózni, nem hiszem el. És belül van, menjétek bele a feliratban! Itt megint belül! Hát ezt nem hiszem el. És mind a kettő precíz, a végtelenségig precíz. Mind a kettő kitűnően és hiba nélkül végzi a dolgát, és rendkívül korrektan. 7 kör van még hátra. 7 kör. 10 perc. Lehet az 10 percig bírni. Nincs ilyen, és mégis van. Hát hihetetlen. Megkockáztatom, a legszebb meccs, amit valaha láttam. Ez egy gyönyörű. Egy picit belőle húzza az autót, teljesen más híveket használ, mint Alonso. Az embert ma nem lehet megállítani. Hát nem hiszem el!
Nem hiszem el, hogy van ilyen idegrendszer, amivel ez a két ember rendelkezik. Hát ez hihetetlen. Hát itt mind a kettő nyer. Hát itt mind a kettő, itt nem lehet, hogy csak az egyik álljon föl a dobogó tetejére. Hát én olyan tempót autóznak, Alonso 3-10-et ment majdnem, ez volt a legmagasabb sebessége Schumachernek. Ez hihetetlen. Ők ketten. A Forma 1 jelenleg két élharcosa. Nagyon egymásra talált. Hogy mit művelt Mihály Schumacher? Hát keresztül gázolt ezen a Forma 1-es mezőnyön. Értik? A 13. helyről rajtolt Mihály Schumacher a 13-ról. Egy 36 éves ember, aki így akar nyerni. És annyira minden tud erről a dologról. És ha bedugja, nem megy! Nem megy! És megfékezi az autót, mert tudja, hogy nem szabad összetörnie. És ott van, bedugja, és nem megy! Nem tud annyira elgyorsulni, és teljesen más kíván megy, mint Alonso. És akkor se tudja megfogni. Hát nem hiszem el! Nem igaz! 311,1 km volt a csúcssebessége innenben a körben Schumachernek. És ott van, nyomja le, tolja le, tolja le, de nem megy. Alonso fogja a szöget, gyönyörű. Vagy nem látod, nem hiszem el. Ennek szava. Erre az idegrendszerre, amivel ez a két ember rendelkezik. Az utolsó kör! És a két győztes, Alonso és Schumacher együtt, Schumacher megint megpróbálja azt a vívet, de nem sikerül, Alonso tartja a pozíciót, nem megy neki! Két győztese van a mai Forma 1-nek. Két győztese. Nem igaz, amit ők ketten csinálnak. Az 11,5 km per órán sebességgel jött Alonso! Ez volt a verseny leggyorsabb pillanata, hát nem igaz! És jön az élegyenes bejárati sikához! Schumacher még eltékezi, jön nekem vele Alonso! Schumacher, Alonso! És mutatják egymásnak, ez gyönyörű! Ilyen korrekt! Ilyen hihetetlen! Ilyen gyönyörű párviadal!